Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! Gondoltam, csinálnék most erre a hétre stúdióvlogot, mivel nagyon sok témát szeretnék egyszerre létrehozni különböző rajzos videókban is. Azért ez egy kicsit lehetetlen, főleg egyébként is ezek kisebb témák is, nem is tudnék neki egy teljes videót, úgyhogy így egy stúdióvlog keretén belül több kisebb rajzos témát hozok majd nektek, amikről beszélgetni fogunk egy kicsit. Az egyik, amit már szerintem egy 2-3 hete biztos, hogy tervezek, az a rajzeszközöknek a bemutatása. Hogyha láttátok YouTube-on itt a posztomat, hogy majd fogok bemutatni pár érdekes számomra új rajzeszközt, akkor ez az a videó lesz, amiben ezt be fogom mutatni, mivel ugye én nagyon szoktam járni ilyen művészellátó boltokba, ahol én lakok Siófokon. Itt talán nincs is, és a közelben hát azért sincs, és sokat kell ahhoz utazni, úgyhogy talán tényleg neten szoktam rendelgetni rajzeszközöket, úgyhogy most szerencsém volt, nem egy kirándulásból hazafelé egy bécsi művészellátóba be tudtunk térni, és körül tudtam nézni, eszméletlen, szuper volt az a hely, hatalmas egy bolt volt, tele mindenféle nagyon-nagyon-nagyon jó kis márkás rajzeszközökkel, rengeteg különféle márkáknak egy ilyen sora volt szinte, és voltak színes ceruzák, ugye filcolak, és még ezernyiféle rajzeszköz, festékek is ugyanúgy voltak, illetve nagyon sok vázlatfüzet, papír, de tényleg olyan fajta papírok is, sketch füzetek, hát ilyen vázlatfüzetek, amikről is hallottam, de ez a rajzeszközökre is igaz. Jó, ez nem azt jelenti, hogy itthon nem lehet kapni, csak ugye én annyira ezeket nem szoktam nézegetni mindig, hanem már a bejáratott dolgokat szoktam megrendelni. Persze néha ránézek pár új dologra, de azért mindent én sem tudok felfedezni, de így nagyjából ebben a boltban fel tudtam fedezni. Úgyhogy ezt a kis stúdióvlogot ilyen rajzeszközbemutatással fogom kezdeni. Nem vásároltam fel az egész boltot, szóval mindent nem fogok megmutatni, csak egy-két olyan új dolgot vettem meg, hogy kipróbálhassam itthon. Egyébként ott is ki lehetett próbálni, voltak ott ilyen kis papírok, és ugye azokon ki tudtad próbálni. Különböző filctollakat, úgy a ceruzákat is, szóval tök jó dolgok voltak, majd mutatok képeket. Annyira videót nem mertem csinálni, én nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy kell-e hozzá engedély, hogy lehessen videót készíteni, vagy teljesen mindegy, vagy nem tudom, fotót azt mertem csinálni, már láttam a Google véleményeknél, hogy ott vásárlóknál, vagy a vásárlói fotók ugye voltak így kirakva, gondoltam egy-kettőt, akkor én is lőhetek. Pár ilyen új dolgot azért megvettem, de tényleg csak így darabjával, ezt szoktam is egyébként ajánlani nektek, hogy mielőtt berendeltek, vagy kipróbáltok egy rajzeszközt, sohasem szedben tegyétek, mert kifizetnek nagyon-nagyon sok pénzt, és akkor megrendelitek a nem tudom hány darabos szettet, és végül kiderül, hogy ez nektek mégse tetszik, mégse jó. Így nem, mindig csak egy-kettő szint vegyetek, hogyha van rá lehetőség, és akkor próbáljátok ki, hogy egyáltalán az milyen, hogyan fog a papírotokon, milyen tényleg az egész, és ezt én most ugyanígy megfogadtam a saját tanácsom, újra és újra ezt megteszem, mivel tényleg egy szetet nem érdemes addig rendelni, még nem tudod, hogy ez a rajzeszköz miként viselkedik a papírodon, vagy egyáltalán neked tetszik-e, vagy akármi, úgyhogy én most így tettem, és nézzük, mik is ezek a rajzeszközök. Ez az egy-kettő számomra új dolog, és közben mutatok pár képet is a művészellátóról. Közben felkapcsoltam a kis körlámpámat, hogy lássunk valamit, mert hát bár sütött a nap még reggel, most egy kicsit beborult, úgyhogy egy kis jó megvilágítást szerettem volna, de csak ezt kapcsolom fel, a másikat nem. Szóval, mint mondtam, olyan sok mindent azért nem vettem, és főleg nem szettet. Mint láthatjátok, én, mint filcmániás, azért beszereztem pár filctollat, illetve az ismert ceruzáimból pár új szint, illetve ilyen kihúzókat is. Mivel ezek kellenek a filcekhez, legalábbis számomra nagyon fontosak. És nézzük, hogy mik is ezek a filctollak, és hogy van-e olyan jó minőségű, mint amiket eddig használtam. Egyébként még annyit szerettem volna elmondani, hogy amikor betértem az üzletbe, egyben egy Winsor & Newton filctoll fogadott engem,
is. Én azt hittem hirtelen, hogy ezek a tipikus, számomra megszokott alkoholos filztolak, ugye, amiket én is használok, és kiderült, hogy nem, hanem ez ilyen vízbázisú, és teljesen más technikát tudsz vele, rajztechnikát tudsz vele úgymond készíteni, rajzolni, és számomra ez is meglepett, és megnéztem, hogy itthon is lehet így kapni ezeket, csak én még ezt nem fedeztem fel. Egyszer lehet, majd kifogom azt is próbálni, bár így utólag bánom, hogy nem vettem belőle egy-két darabot itthoni kipróbálásra, de egyébként volt ugyanúgy a Copic márka is, sőt, szerintem nem is volt rossz áron. Jó, igaz, volt egy csomó ilyen szett, ami akcióban volt, de mi itthon ilyen 17-18 ezer volt, az emlékszem, hogy ott akciósan volt 14 ezer, úgyhogy lehet arra is le kellett volna csapnom, de én már a Copicot azt nem olyan sűrűn használom. De ettől függetlenül tök jó akciókat kint is ki lehet fogni, hogyha jókor megyünk jó időben, persze ezt nem tudhatjuk, hogy mikor vannak az akciók, de kezdtem pár számomra no-name filctollal, és szerintem annyira nem is gagyi, sőt, szerintem még mindig jobb, mint ezek a Touch nevű markerek. Az első ilyen, hát style, file, nem tudom, hogy kell kiállítani, persze a kamera az nem akar fókuszálni. Talán így meg tudom mutatni, style, file marker. Próbáltam egy olyan, hát úgymond bőrszint elhozni, illetve még ez másik színben van, két rózsaszint, ami nekem egyébként tökre kapóra jön, mert a rózsaszín az elég sűrűn fogy a készletemből. Illetve volt másik fajta filctoll is, Mepxi, nem tudom, hogy kell kiejteni. Ebből meg kék és szürke, és szintén egy ilyen, hát úgymond bőrszint hoztam el, úgyhogy ezt ki tudjuk majd próbálni. Illetve a többi általán már ismert ceruzák, ugye én nagyon szeretem a Faber-Castell Polychromos-t, és ugye a Luminance ceruzákat, és a Polychromos-tól csak ezt az egy szint vettem meg, az Ivory. Ha lenne harmadik kezem, tök jó lenne, mert akkor tudnék nyomni egy fókuszt, de egyik kezembe tartom a kamerát, a másikkal meg fogom a ceruzát, hát most ez van. Szóval ez az a szín, amit még itthon nem láttam, vagy csak nekem nem volt szerencsém, és nem volt éppen raktárom, de szerintem van itthon is, csak nekem nem volt szerencsém, hogy legyen éppen raktárom. A következő ugyanez a szituáció a Luminance ceruzákkal, kivétel a feketét, azt csak pluszba vettem, hogy legyen. Mindig szerettem volna egy kicsit halványabb rózsaszín színeket kipróbálni a Luminance-tól, de szintén soha nem volt szerencsém, hogy amikor éppen rendelek, ugye nem minden hónapban szoktam rendelni, ugye egyébben ilyen két, nagyon max. Három alkalommal, nyilván akkor azért több szint rendelek be, de akkor sosincs szerencsém, úgyhogy ezeket is ki tudom próbálni, illetve én még ezt a szint nem láttam. Ez ilyen Dark Flash, hát ez nem tudom, hogy, nem egy Dark Flash a neve, 748-as számon, szintén Luminance. Szóval ezeket mindenképp ki akarom próbálni. Számomra ez egy ilyen sötétbarna szín, így elsőre, illetve a hát ezt nem tudom, ez valamilyen földszín, és ez is ilyen sötét barna akar lenni, úgyhogy ezeknek tök örülök, mert a Luminance-tól nem volt még ilyen barna színem. Mindig úgy kevergettem ki a színeket így a portrékhoz, az árnyékokhoz, de most egy kicsit könnyebb dolgom lesz, úgyhogy így tök jó, örülök neki. Illetve ugye, mint tudjátok, én a Juniposca rajongó vagyok, és van is pár ilyen dekormarkerem. Erről már csináltam egyébként egy videót, ahol bemutatom az érdekességeit, a tudnivalókat, és hogy miért szeretem ezt a filctollat, dekormarkert, és ehhez találtam egy ilyen vízálló, ugyanilyen kihúzót, amiket szoktam használni, 0,1-es, tehát ez is ilyen tűhegyű, és barna színű, úgyhogy ki fogom próbálni, már nagyon kíváncsian várom. Illetve van még egy másik kihúzó, ezt egyébként nem ebben a boltban vettem, hanem egy kisebb, hát papírboltban mondhatni, viszont ez fekete és nagyon gyönyörű élénk színe volt. Szóval ezt szintén mindenképp ki szeretném próbálni, és ez 0,05-ös hegyű. Miután csináltam itt egy kisebb kupit, még gyorsan megmutatom a Mepxi markernek, van egy ilyen kis
hát katalógusra, mondhatjuk így. Ezt a katalógust ott lehetett ingyen elhozni, úgyhogy én éltem ezzel a lehetőséggel. Itt egy kicsit jobban bemutatja, ugye német nyelven, ami nekem annyira nem az erősségem. De egyébként rengeteg szín van, imádom. Nagyon tetszik igazából, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a Filctól. Ez is ez az illusztráció is milyen cuki. Tök jó. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szín van. És szerintem ilyen szettek elérhetők. Igen, ez az. Úgyhogy lehet egyszer, majd beruházok én is egy szettre, hogyha tetszeni fog. És van 12-es színben is. Na, de nézzük is, hogy is fognak ezek a rajzeszközök. Ja, és ilyen utántöltőjai van, úgyhogy tudsz vele spórolni is, tök jó. Kicsit érdekesen néz ki, de nekem tetszik. Szóval tényleg nézzük meg, hogy is fognak a papíron. És közben arra gondoltam, hogy érdekesebb legyen a bemutató, hogy két olyan papírt fogok használni, amilyen az egyik kimondottan filctollakhoz való, mint ugye azt már említettem, az ilyen papírok tök jók, nem eresztik át a tintát, viszont sajnos az az egy hibája, hogy nem tud olyan élénk színt felmutatni, mivel ugye azért jobban magába szívja, vagy hát megtartja, vagy nem tudom mi történik, de az a lényeg, hogy egy olyan papírt használok, ami nem ilyen filcekhez való, sokkal élénkebb színt kapok meg, viszont átüt a másik oldalra. Úgyhogy jó, ott lehet trükközni, hogy még egy papírt aláraksz, stb. De mind a két verziót most meg fogom mutatni, mind a két fajta papírom. Az egyik ilyen rajztöm, az a Copicnak maga a saját márkás ilyen papírtömbje, és ez lesz az egyik, amit használni fogok. Vagy hát reménykedem benne, hogy ez a Copicé, mert úgy lett reklámozva, viszont nincs feltüntetve, hogy ez az övé lenne, nagyon érdekes. Hát nem igazán értem. Na mindegy, úgyhogy van egy ilyen papírom, illetve a kis megszokott vázlatfüzetem. Ez egyáltalán nem bírja a tintát, úgyhogy ezzel majd egy kicsit trükközünk, de ebbe is meg fogom mutatni a színeket. Kezdem akkor a Stylefine markerrel. Itt jelzi is egyébként, tök aranyos, hogy itt jelzi, hogy melyik a vastagabb hegyű, és melyik a kisebb. Ez tök jó egyébként, mert én mindig így játszadozni szoktam, és így ilyen felesleges kupaknyitogatásaim vannak, úgyhogy ez tök jó, hogy így jelzi. Teljesen király. És, mint láthatjátok, ecsethegyű. Úgyhogy nálam már ez most egy pluszpont, és nézzük, hogy is fog. Igazából az a része érdekel, hogy mennyire lehet vele rétegezni. Egyébként minimálisan van egy kis alkoholos szaga. Ugye ezt említettem már, hogyha egy filctollat próbáltok ki, és nagyon-nagyon erős alkoholos szaga van, akkor sajnos elképzelhető, hogy ez a filctoll nem lesz olyan jó. Ez ilyen sajátos tapasztalat nálam. Az első dolog egy filctoll, amikor így kipróbálom, hogy hát megszagolom, és akkor ebből tudni fogom nagyjából, hogy ez jó minőségű vagy sem. Ennél annyira nem erős, de azért úgy lehet érezni. Egyébként nem tudom, mennyire jön át a kamerán, de gyönyörű, telített színe van. Egyszerűen nagyon király, nagyon tetszik. Nézzük, hogy megy a rétegezés. Mennyire. Wow. Hát, hogy őszinte legyek, ez még a Copicnál is jobb. Jó, hát a Copicnak csak a csáva változatát próbáltam ki eddig, de ez nagyon szuper. Hát most már bánom, hogy nem vettem belőle többet. Nagyon tetszik. Na, de nézzük a másik. Nézzük. Wow, nagyon jó. Láttátok ott azt? Nem tudom, mennyire mutatta a kamera. Volt egy ilyen lassú felszívódási része, szóval sokkal több tintát enged ki a filctól, mint amennyit talán volna szabad, de ahogy nézem, nem folyik, tehát hogy így húztam egy adott vonalat, egy adott
tartományban, és nem folyik, tehát nem terjeszkedik annyira, szóval igazából ez egy tök jó filc. Egyetlen egy dolog, amit megjegyeznék róla, az az, hogy nem valami finom az ecsete egyik oldalon se, egy kicsit lehetne jobb, kicsit lehetne talán hosszabb és vékonyabb az ecset, mint ahogy a kopiknál, azt megszoktam, de lehet, hogy ez ilyen elfogultság már tőlem, mivel hogy azt már megszoktam, de valamiért én azt a fajta ecsethegyet könnyebbnek tartom azzal a színezést. De egyébként annyi baja legyen, és olcsóbb volt a kinti árakhoz képest, tudom most hirtelen viszonyítani, olcsóbb volt a Copic-tól, azt hiszem, vagy ez a másik volt? Nem, ez olcsóbb volt. Sőt, a Copic volt a legdrágább, igen. Hát ez tök jó. Lehet majd körülnézek, hogy hát nem tudom, hogy lehet-e itthon ilyet kapni, vagy külföldről egyáltalán ilyet rendelni. Hú, ez nagyon jó. És most már ennek fényében nagyon kíváncsi vagyok a többi színre is. De ez nem tudom miért fekete, vagy mi a különbség, van-e különbség? Vagy csak azért, mert hogy ez ilyen skin tones, és akkor ez meg ilyen sima szín. Ezt nem tudom. Na de nézzük. Kezdjük akkor az ecsethegyjel. Ja, hogy ez a különbség. Aha, hogy ez nem ecsethegy, hanem sima hegy. Ez nekem annyira nem szimpatikus, de hát ezekkel is lehet tök jó színezni, csak ez a fajta hegykialakítás nekem gagyi. Tehát ilyen hegy a gagyi filceknél szokott lenni. Annyira precízen nem lehet vele szépen színezni. De hát nyilván, hanem nem egy kidolgozott, nagyon profi rajzot szeretnénk, teljesen tökéletes. Sőt, ennek amúgy nagyon jó kis színe van szintén. Nagyon élénk. Ahhoz képest, hogy ez a papír nem tudja élénken visszaadni annyira a színeket, mint mondjuk a vázlatfüzetem. Úgyhogy így, wow, le a kalappal, hát tényleg nagyon tetszik ez a filctól. És amúgy ez egy világosabb rózsaszín volt, kíváncsi vagyok a sötétebbre. Hát akkor én színvak vagyok. Ti is látjátok, hogy ez a szín, ez világosabb a másiktól? És a kupakon lévő szín pedig teljesen más mutatott. Ja, igen. Ez a másik jellemző, úgymond a nem jó minőségű filcekre, hogy nem tud igazán belülni a színeket. Mint például a Winsor & Newton, ugye a Promarker filcek, meg ugye a Copicnak a filceinél. Tehát amilyen színű a kupak, olyan színű lesz a maga, az a szín, tényleg, amit használni fogsz a papírodon. Jó, egy kis eltéréssel nyilván attól függ, milyen papíron, de attól függetlenül nagyjából megvan a szín, viszont itt ennél erős. Ez a rikító rózsaszín, egyébként ilyen színem van a Copic-tól, mindjárt megkeresem. Igen, itt van, ez az a szín. Na jó, azért nem, csak hasonlít rá. De az élégsége az megvan. De ettől függetlenül szerintem ez visszaadja jobban, mint a többinél. Na mindegy, nem, ez nem bele kötözködés akar lenni, de ez így érdekesség. Így nehéz színezni egyébként, hogy van egy elképzelés a fejedben, hogy milyen szín legyen mondjuk a karakterednek a ruhája, vagy éppen az a kocsi, vagy tényleg bármit, amit színezel, és akkor kiszínezed is, vagy elkezded a színezés, és már az első húzásnál rájössz, hogy basszus, ez nem az a szín, úgyhogy ez lehet egyfajta hátránya is, de mondom, összességében meg egy tök jó filc, mert gyönyörű színe van, és nagyon telített, úgyhogy és nem folyik, ami tök jó, kíváncsi vagyok arra majd, hogy idővel beszárad el, mert nekem például ez a filc, hát szerintem ez már 2 éve tuti megvan, és még nem szárad be, hát láttátok, tök jól fog, úgyhogy kíváncsi leszek, idővel ezek be fognak-e száradni, hogy meddig bírják. Na de most jöjjön akkor a másik filc, ami szintén nagyon érdekel. És akkor utána ugye a másik füzetben is kipróbáljuk őket. Ez a Pepsi, ha jól mondom. Itt nem tudom, hogy ez egy ilyen jelölése, vagy nem. Elképzett. Ó, ez nagyon jó kis ecsethely. Na, erről beszéltem, ez nekem már most tetszik. Na, nézzük a színezést.
Ez egy ilyen szép jaszín, tök jó. Hasonló lett a másik. Wow, nem is hasonló. Teljesen más, elég élénk szín szintén. Viszont az átfedése az nem jó. Már most, hogy fölvittem ezt a kis réteget, már csinált olyat, mint hogyha két réteget vittem volna fel, és ahogy látom, ez egy kicsit folyat, mert már így terjeszkedik a tinta. Ez lehet kamerán nem látszik. De összességében tényleg, ha nem egy profi színezést akarunk, hanem csak tényleg egy relaxálós, kikapcsolódós hobbi, rajzolás, színezés, stb. Akarunk, hát ahhoz meg tökéletes. Tudjátok, csak én most más szemszögből is nézem, hogyha egy profi rajzot akartok létrehozni, bár érdekes, hogy megszáradt, és ez a csíkossága, nem mondom, hogy 100%-ig elmúlt, mert itt látszik, de egyébként egész jól lett, viszont ez nagyon alkoholos szagú, azért egész jó. Nem mondok le róla annyira. Érdekessége ennek a hegynek, hogy nem tudod nagyon rányomni, és olyan érzésed van, miközben színezel, mintha el akarna törni a hegy. Kicsit érdekes, pedig ezt nem volna szabad így érezni, a Kopiknál sem szoktam érezni, pedig hasonló ez a hegy, mint a Kopiknak a hegye. Na mindegy, nézzük meg a másik oldalon a hegyet. Aha, ezt sem mondanám a legjobb minőségű hegynek, de... Wow! Ez most vagy én voltam, béna. Ha? Ó, látjátok itt ezt? Nem tudom, mennyire mutatta a kamera. Hú, nagyon-nagyon-nagyon adagolja a tintát, és ezért van az, hogy nem tudsz egy egyszínű... Hát egy szint felminni, hanem kapsz ilyen kis rétegeket mellé, mert a tintát eléggé bőkezően adagolja. Hát, nem tudom, én ezt ha egy életű profi rajzot szeretnék létrehozni, nem biztos, hogy ezt merném használni. De mondom, ilyen hobbi rajzolásnak amúgy tökéletes. Nézzük az átfedést, vagy hát a réteget. Ó, az nagyon jó. Wow, nagyon is jó. De összességében nem rossz. Nem akarok nagyon negatív lenni, mert hát ugye nem mindenki ugyanazért a célért rajzol. Én nyilván csak a saját szemszögemből tudok kiindulni. Kicsit folyós. Szerintem ez a filctól az előző egy fokkal talán jobb minőségűnek tűnik nekem. De nézzük meg a többi színeket is. Melyik volt a? De szép színe van. Wow, az ilyen halvány. Jó, mondjuk a leírása azt mondja, igen, de a kupak színe meg nem. Na de azért majd megnézzük a másik papíron is, hogy fognak. Hát ez nagyon halvány. Na de nézzük akkor a... Hát nem tudom, ez már milyen szín lesz. Nem tudom, remélem akkor ez se halvány. Ez tényleg ilyen lilás szürke. Ez nagyon tetszik ez a szín. Hú, amúgy brutál alkoholszag van, hogy használom ezt a pisztollat, már ugye a harmadikat. Komolyan lassan megfájdul a fejem. Nagyon durva. Na de, a multilinereket, vagy hát ezeket a finelinereket is meg akarom nézni. Ezt csak itt nézem meg, itt olyan nagy különbség nincsen más papírokon. Ugye ez a 0,0, nem, csak 0,1-es. Ó! Ugye ez a Uni-nak a Igazából most ebből a nagy kötözködhetnéket nem lehet belegondolni. Most mit tud rosszat csinálni egy ilyen kihúzó? Tehát fog és kéz. És amúgy tök jó színe van. Jól adagolja a tintát.
Nekem tetszik. Tök jó. Így a másikat is megnézem. Ugye ez 0,05-ös. Ez ugye hegyen is látszik, hogy wow, nagyon jó fekete. Jó, hát ezt tudtam is, hogy nagyon jó fekete, mert ugye ott a boltban én ezt kipróbáltam. Ugye ezt egy másik boltba vettem. Ja, tök jó. Nagyszerű ez is. Igazából a cemzákat is kipróbálhatjuk, bár azt szerintem majd a vázlatfüzetes papíron inkább. De akkor tényleg nézzük azt, kezdjük azzal. Szerintem egy olyan napon fogom kipróbálni a filceket, aminél még van hely, mert azért egy egész oldalt nem akarok feláldozni rá. És akkor kezdjük a Style File Markerrel. Ugye ezzel kezdtem az előbb is. Tényleg kéne alá rakni egy papírt, amit szoktam általában. Én igazából nagy különbséget nem látok. Ez nagyon érdekes. Nagyon intenzív volt a másik papíron is, és ezen is. Talán egy kicsit mélyebb, de nem igazán mondanám. Ugye itt láthatjátok, hogy ez a papír nem erre való, és ezért ugye folyik is. Lehet látni a széleinél, hogy ilyen elmosódott nagyon. Nézzük meg akkor ezt a hegyüt is. És tényleg nincs különbség, ez számomra nagyon fura. De érdekes. Ez a filc önmagában nagyon telített szint tud létrehozni. Ezért amúgy meg tényleg simán tudnék neki egy 10 pontot adni a 10-ből. De mint mondtam, azért van sok hátránya is, de amúgy meg tényleg tök jó színe van. Nagyon jó a tintája ebből a szempontból. Akkor jöjjön most ez a filc, ugye ez a Napsi. Wow, viszont ennek nagyon más színe van. Megjelent a turpisság. Ugye erről beszéltünk már az előbb, hogy ennek a filc tollnak az lehet a baja, hogy nagyon sok tintát próbál kiadni egy színezéskor. Nem feltétlenül jó is. Ezen a papíron meg azt nem feltétlenül nagyon-nagyon látszik, hogy még itt ugye az előző filctól semmit nem csinált a papír szerkezetével, itt viszont nem tudom, hogy látszik-e, viszont én érzem, és kicsit így fel is rojtosodott a papír, tehát konkrétan eláztatta, mert nagyon nem tudja optimálisan adagolni a tintát. Hát igen, ennek, ahogy sejtettem, ez lesz a hátránya. Nem is biztos, hogy minden papírnál lehet ezt használni. Nekem a kettő filc közül van, amiért pont talán ezért ez a szimpatikusabb, az előző filc. De mondom, ha hobbi színezést csináltok, akár egy színezőkönyvben színeztek, nem is biztos, hogy láttok olyan nagy különbséget, vagy olyan nagy tulajdonságot, vagy olyan nagy dolgot kell betudni, mert nem. Egyszerűen, ha tényleg egy relaxálós hobbi színezést szerettek csinálni, akkor teljesen mindegy, melyik filc nyilván. De egy profi rajzhoz ezt annyira nem használnám, még háttérszínezéshez sem annyira. De hát, na mindegy. Majd el fogom használni egyébként, kitalálom, hogyan. Hát ez ilyen. Viszont a színben olyan nagy különbség talán itt sincsen. És akkor ezt szerettem volna ezt a színt kipróbálni. Ugye ez az Ivory. Hát lehet itt kicsit bele nyúlok a rajzba, mert hát ez a fehér lapon annyira nem látszódna. Ha, tök jó. Látszik azért, hogy nem egy hófehér színről van szó. Úgyhogy nem egy nagyon kontrasztos rajzot szeretnénk, ahol nem kifejezetten világos színt szeretnénk, de nem kifejezetten a hófehéret. Ez nagyon jó ez a szín. Úgyhogy ennek örülök, ugyanaz a minőség, tök jó. Nézzük akkor a luminanszokat.
ugye ezeket a színeket. Kivéve a feketét, mert az, az amúgy is van. És ez a pink white. Ó, tök jó. Hát itt is csak a rajzon tudom kipróbálni. Vagy hát próbálok olyan részletét. Ó, de jó. Tök jól fog rajta, ezzel kellett volna ezt a rajzot. Itt ezt a részét, amíg befejezem, tudjátok. Tök jó. Hú, nagyon jó színe van. Ez ilyen, ez amúgy ugyanúgy igaz erre a ceruzára, mint az előbb mondtam, hogy ha nem fehéret szeretnétek, hogy kontrasztos legyen, de mondjuk egy rózsaszínesebb magas fényt létrehozni, akkor ez tök jó lesz ez a ceruza. És milyen szín van még itt, ami hasonló? Ez is ilyen világos burnt okra. Hát oké, akkor nézzük, csak már nem tudom, itt még egy kis árnyék talán, hogy a árnyék magas fénynek a helye még megvan. Ez ugye a másikhoz képest egy kicsit talán sötétebb. Igen. Kicsit erős ez a szín a hajnak, hajhoz. De önmagában ez is nagyon tetszik, örülök neki, hogy ezt kipróbáltam. És van ez a földszín. Hát ezt nem tudom, milyen színű lesz. Csak így kihúzásnak. De... ez nagyon feketés inkább. Vagy csak az én szememnek olyan. Nem akarom elrontani a rajzot. Bár amúgy is csak egy vázlatrajz. Inkább ide színezek. Ez tényleg fölszínű. Milyen találó. Árnyékoláshoz jó lesz majd. Bár ugye azt már beszéltük, hogy árnyékoláshoz nem kifejezetten csak a barna szín létezik, mint olyan. Ilyen nem merem elkenni. Nagyon jó. Így is van egy másik barnám, egy kicsit világosabb. Ja, a dark flash, igen. Igen, ez tényleg világosabb. Ez ilyen... kicsit ilyen... ilyen diószín nekem. Dióhéjszín. És csak egy érdekességképpen próbáltam ki. Legfőképpen talán nekem az érdekes, mert ilyen színe még nem volt a Luminance-tól, de a Luminance-ról is csináltam már egy külön videót, hogyha érdekel, nyugodtan nézzétek meg. Ugye művészkörökben úgy tartják, hogy talán ez az egyik legjobb minőségű ceruza, ami így létezik a világon, de nyilván így az egyéni megítélés kérdése is, de tényleg egy érdekes kis videó, úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg, ha még nem látátok persze. És igazából minden szint is rajzeszköz kipróbáltam, de csak most így érdekességképpen akarom. Húha, ez nagyon nagyon erős szín ehhez a rajzhoz. Ugye ez az a barnás, uniposzkás kihúzó. Lehet, hogy nem emlékszem, hogy volt-e ennél a 01-esnél vékonyabb hegy, mert igazából ez csak ez a gond. De ilyen képregényes stílushoz viszont nagyon jó menne. Na hát, összességében szerintem végeztünk kipróbálással, ugye a rajzeszközöknek a kipróbálásában. Mint láthatjátok, van, amelyiknek jó, és van, amelyiknek van rossz oldala. Összességében volt, amelyik jobban tetszett. Nyilván ez is ugye egyéni megítélés, próbáltam egy kicsit így másabb szemszögből megközelíteni ezt a témát, de mondom, hobbi színezésekhez talán ez a Mepsi ehhez tökéletes, de komolyabb rajzot azért egy élephűbb, kidolgozottabb rajzot nem mondom, hogy kipróbálhatnátok, én sem merem, úgyhogy nem merem ajánlani amúgy sem merek, mert ezt a felelősséget én
én nem akarom. Én ezt csak bemutatom, és akkor mindenki eldönti a videó alapján, amennyire lehet, hogy neki szimpatikus-e vagy sem. Egyébként mára még nem csak ez van, ami a terv volt a stúdió vlogban, hanem nem tudom, mennyire látszik, pont nem látszódott, de mindegy. Ilyen kis dekorációnak vettem. Mini kis vászon. Amúgy is akartam már festeni, na de hát ilyen picibe. Na jó, hát nem baj, végül is igazából belefér az időbe. De tudom, hogy mit fessek. Vagyis, de tudom, csak félek, hogy ez nem férne ki rá, mivel, hogy mit láthattátok már. Jó, de sötét lett. Nekem van egy ilyen, ez nem festmény, ez egy nyomtatott kép, ilyen teknősös, ami nekem nagyon tetszik, és esetleg ennek a kicsinyített verzióját megcsinálhatnám. Vagy csak egy sima teknős festményt, és arra is gondoltam, hogy ha már úgy is ígértem, hogy jönnek ilyen állatos videók, egyébként tervezek is jövő hétre, meg utána való hétre egy kutyus rajzot, még nem mondom el, hogy melyiket, és egy madár megrajzolásáról egy ugyanúgy ilyen oktató videót, de arra gondoltam, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, én nagyon csípem a teknősöket, szerintem nagyon aranyosak is, akár lehetne egy ilyen vázlatfüzet rajz teknősökről. Nem mondom, hogy kifejezetten oktató videó lenne, de így közösen tudnánk rajzolni, illetve lehet, hogy ide le is festem. És ami tervem van még mára, hogy tegnap elkezdtem egy vázlatot digitálisan, azt szeretném befejezni, kiszínezni. Az már egy kicsit nyári hangulat, de mindjárt meg is mutatom, csak de innen elpakolok, mert lett egy pici-pici kupi. Szóval ez lenne a vázlat, láthatjátok, ilyen kis szörfös, aranyos karakter, lányrajzot készítettem, és erről fázis rajzot is fogok, vagy hát készítettem, és fogok majd feltoltani Patreon oldalamra, ugye ott ilyen rajzos gyakorló anyagokat tudtok letölteni, nyomtatni, vagy akár így online nézni, és akkor arról tanulni, rajzolni, tanulmányozni. Ez is egy ilyesmi rajz, és szeretném egyébként még ezt kiszínezni, de valószínűleg a vázlatot is meg fogom mutatni, ugyanis vissza tudjátok nézni itt, ha bementek az Actions-be, ugye a videó, és akkor visszajátsza nektek azt, amin dolgoztatok, ugye a lépéseket, úgyhogy szerintem most ezt fogom csinálni, hogy ezt is megmutatom, és majd amit színezek, arról is be fogom vágni ezt a kis videót. Sokkal jobban szemügyre lehet úgy venni, és még valami, és utána pedig feltöltöm ezt a rajzot, vagy hát ugye ezt a képet, fázisképeket. Próbálok nem mindent megmutatni belőle, hiszen ugye aki VIP tag, ő neki azért mégiscsak ebből úgymond előnye van, hiszen gyakorló anyagokhoz fér hozzá, és ebből is tud így pluszban megtanulni rajzolni, gyakorolni. Lát, ez akkor jön jól, hogyha nem tudod, hogy mit rajzolj, és esetleg így inspirálhatnak ezek a gyakorló anyagok, és akkor úgymond van mihez nyúlni, van mit megrajzolni. Úgyhogy ez így végigvezet teljesen az elejétől, az első lépéstől kezdve a végeredményig. Na de kezdem is a színezést. Szóval el is készültem a rajzzal, én még egy kicsit extráztam, és
Szoktam ilyet csinálni, hogy a vázlatot és a kész rajzot így feltüntetem egyszerre, ugye ezt az Insta oldalamra szoktam így kitenni, illetve a színpalettát is most itt a főbb színeket is megjelenítettem. Itt egyébként ez nem fehér, hanem világos kék, mennyire látszik. Ugye ez a deszkának a színe. Egyébként ezeket a kis, hát nem tudom mi a nevük, ami van a deszkán, ezeket nem színeztem ki, de hát se baj, most ennyi baj legyen, nem is a deszka volt a lényeg, hanem hogy a karakter tudjam gyakorolni egy kicsit. A lábnak a színezés és karszínezés egyébként az nagyon jó lett, az nagyon tetszik, viszont az arc az olyan unalmas lett egy kicsit. Alapból a kép, amiről rajzoltam, ezt fejből találtam ki, mert a kép, amiről rajzoltam, ott az arc nem nagyon látszódik, viszont én szerettem volna, hogyha látszódna, és ezt találtam ki, de hát ugye olyankor az árnyékot mindent ki kell találni, és az már nem egyszerű, úgyhogy így nagyjából így gondoltam, hogy így helyezkedhetne el az árnyék, de aztán lett, hogy tök hülyeség. Itt nekem ez fura, lehet, hogy szélesebbre kellett volna itt vinnem, kb. Így az orrig, de lehet, hogy van ilyen is. Na, de mindegy, ez most ilyen lett. Azért legalább tudtam egy kicsit gyakorolni. Jöjjön akkor a festés. Szerintem egy egyszerűbb tájképet fogok festeni most. Ugye én annyira festeni nem tudok, nem annyira értek hozzá, úgyhogy nem akarom ezt elrontani, úgyhogy egy egyszerűbb tájképet fogok szerintem most festeni rá, viszont teknőst azt rajzoltunk vázlatfüzetben, gyakorolhatunk együtt. Megkérdeztétek, hogy milyen ecsetet használok. Hát én azt rendeltem, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz minőségnek, vagy minek számít, csak úgy árérték arányban én ezt találtam magamnak a legmegfelelőbbnek, talán mondhatjuk így is. Egyébként tök poén lenne, hogyha itt ezen meg tudnám festeni, de nem tudom, mert az tényleg csak dekorációs célzattal van szerintem, mert hát ez itt eléggé, hát nem tart olyan jól, mint ahogy az kéne, és én nem tudok így festeni. Digitálisan is szoktak így rajzolni, így láttam már, hogy így nem teljesen állítva, de nem is teljesen fektetve, de nekem az nem megy, egyszerűen nem esik jól, nem tudok úgy se rajzolni, se festeni. Don't worry about tomorrow, we just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend, we're just like, ooh, 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 we don't worry. Nagyjából el is készültem. Ez a vászon, hát ez kb. Semmire nem való. Nem lehetett vele egy értelmeset festeni. Jó, mit várok, végül csak egy ilyen dekor dologról van szó. Egyébként tájképeket meg ilyen tenger, óceán tematikájú képeket nagyon szeretek festeni. Már amikor szoktam, mert tényleg ez a fél évente egyszer, hogyha festek. Mutatok majd pár képet, hogy miket csináltam eddig. Most pedig elpakolok, és ebédidő van már bőven, úgyhogy én kajálok egyet, és utána akkor jöhet a vázlatfüzet rajz a teknősökről. Mm.
Közben visszatértem, a festményem szárad, az ebédet túl vagyok, úgyhogy tök jó minden. És közben elővettem az egyik papíromat. Múltkor ugye készítettem egy ilyen hogyan rajzolj test ábrázolásos videót, és az utolsó ilyen rajz, azt hiszem, egy ilyen fekvő rajz volt, viszont ez egy megkezdett oldal, és hát nem akarom kidobni. Nyilván most nem fogom kidobni ezt a papírt, úgyhogy ezen fogom folytatni végül is a teknős rajzot, úgyhogy ez kapóra jött, viszont így akkor nem a vázlatfüzetben fogom gyakorolni, hanem ebben fogok rajzolni, fogunk tudni együtt rajzolni teknőst, többféleképpen szeretném több szemszögből megrajzolni, úgyhogy tartsatok velem, és akkor rajzoljunk még egyet együtt. Ó, és még annyit szeretnék megjegyezni, mivel mostanában hát egy-kettő komment érkezett be a csatornámra. Őszintén nem mindegyiket tudom megnézni, nem mindegyiket tudom átfutni, de amire éppen megakadt a szemem, azon nagyon-nagyon meglepődtem, mégpedig a méltatlankodás, nem is egy kultúrát kommentről van szó, tehát azonnal törölve is tiltva lett az emberke, aki írta, egyszerűen nem tudom hova tenni, mégpedig ugye a vázlatról szólt, hogy miért nem vagyok képes olyan ceruzát használni, ami jobban látszik ugye a videókon. Én erről csak ennyit szeretnék mondani, és igazából csak azért szeretném elmondani, mert a vázlatrajzolással kapcsolatban ez egy ilyen kis tipp és trükk tőlem, mégpedig még ezt általános iskolás koromból emlékszem, mikor még a rajztanárom mondta nekem, de szerintem ez egy ilyen iratlan szabály is, aki kicsit tud rajzolni, ő is tudja ezt, hogy vázlatot nem készítünk 8B-s, 6B-s ceruzával, persze lehet, ki lehet próbálni, de egy szép vázlatot nem fogsz kapni, mert lényegében el fog kenődni az egész, nagyon masszatos, nagyon csúnya lesz a vázlat, az egy dolog, hogy megcsinálsz egy vázlatot, és a végén kiemeled a főbb részeket egy mélyebb, kontrasztosabb ceruzával, de vázlatot ilyen mély ceruzával nem tanácsos készíteni, és én azt gondolom, hogy sajnálom, hogyha nem látszik annyira a videókon ugye a ceruza, pedig így is 2B-vel rajzolok, de nem vagyok hajlandó ezért új grafit belet venni. Ugye, egy, mint mondtam, nincs a közelemben. Nem tudok elsétálni egy művészellátóba, én azért nem fogok fizetni, csak azért, hogy mondjuk vegyek egy 6B-s ilyen ceruza belet, és még szállítási költséget fizetni, stb. És ugye nyilván azért is van az, hogy kicsit halványabban látszik még a 2B ceruza, ugyanis én használok ilyen stúdió lámpákat, pont azért rajzra ne vetüljön árnyék, és szebben látható, nyilván világosabb lesz így, és kicsit halványabbnak fog tűnni a rajz. Sajnálom, ez ellen nem tudok mit csinálni. Ez a max, amit ki tudok hozni abból, hogy látszódjon a vázlat. Viszont az ilyen méltatlan kommenteket egyáltalán nem értem. Én azt tudom mondani, ha nem tetszik, amit csinálok, biztos, hogy van másik rajzcsatorna, biztos, hogy vannak rajztanárok, akiknek lehet fizetni, akik szívesen megtanítanak rajzolni, és ott biztosan fogod látni, hogy mit, hogyan kell megrajzolni. Sajnos én ezért nem kapok pénzt, legalábbis annyit, amennyit én papírokat és ceruzákat elhasználok egy-egy videó során, nekem annyi az életben nem fog visszajönni, nem is az a célom, hogy én ebből nekem pénzem legyen, nekem ez igazából egy hobbi, amit még szívesen csinálok, és van kedvem hozzá, akkor addig csinálom ezeket a rajzos videókat, a kis tapasztalataimat megosztom, tényleg hogyha segítek valakinek, de a méltatlankodás azt nem igazán fogadom el, míg én jó szívvel csinálom, azt úgy gondolom jó szívvel kell fogadni, ha meg nem sikerül, akkor pedig lapozzunk, vannak nálam jobb rajzosok, vannak nálam ügyesebb videósok, angol nyelven is, vagy más nyelven is, úgyhogy
Én úgy gondolom, hogy akkor lapozzunk, hogyha az nem tetszik, amit én csinálok, változtatni nem tudok a dolgokon, mint mondtam, nem fogok azért plusz ceruzákat venni, csak mert valakinek kélkedvére ez úgy kívánja, én nekem ez a hobbi, és én jól esően, jó szívvel szeretek rajzolni, már pedig jelen pillanatában nekem ez így esik jól, ez nekem így jó, és mint mondtam, vázlatot senkinek sem ajánlok, tehát ilyen 4B, 6B, 8B-s ceruzával készíteni, mert maszatos lesz, és kihúzni persze főbb részeket ki lehet, de kb. Így ennyi a történet. Ezt csak így el szerettem volna mondani, mert sokan azt hiszik, hogy én függök másoktól, és hogy én azért csinálom ezeket a videókat, holott nem, nekem ez a hobbim, és még jó szívvel, jó kedvel csinálom, én nem várok el érte semmit, se pénzt, se köszönetet, de szerintem az a minimum, hogy akkor, hogyha valami nem tetszik, és valami nem úgy van, akkor lapozzunk, és nem kell méltatlankodni, mert most miért? Miért raboljuk akkor egymás idejét? Igazából ennyit szerettem volna mondani, és akkor most tényleg jöjjön a teknős rajz, és akkor gyakoroljunk együtt. Mint láthatjátok, kész lett a teknősös rajz, és közben megszáradt a kis festményem. Viszont videónk végéhez is értünk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a fajta videó is. Tudom, hogy nagyon hosszúra sikeredett, egyébként nem is így terveztem.
de azért szerintem egész sok mindent sikerült belerakni ebbe a videóba, és valamennyire azért tanulságos is volt, jövő héten pedig állatrajzos videókat, vagyis videót hozok, és a hónapban pedig kettőfajta állatrajzos videókat, úgyhogy tényleg jövő héten találkozunk, szép napot kívánok nektek, sziasztok!